Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsai Híradó hétfő esti adását látják. Rengeteg látogató és fellépő az esküvő bemutatón és a járási majálison. Jól debütált a felújított érsekkel. Egy korszak zárult le, elballagtak az idei végzősök. Friss és ropogós, új weboldallal jelentkezik a Kalocsa TV. A remek idő és a csodálatos helyszín is adott volt ahhoz, hogy jól sikerüljön a már sokat emlegetett esküvő bemutató az érsekkertben. Sokan voltak kíváncsiak a megújult környezetre és az ezáltal nyújtott lehetőségekre is. Menyasszony, vőlegény, örömanya és apa, násznép, anyakönyvvezető, gyönyörű ruhák, torta és virágköltemények, dekoráció, zene. Ezek csak egy valamihez kellenek. De hogy mit láthattak a jelenlévők szombaton délután az érsekkerti platán teraszán? Egy hagyományos hófehér ruhás, hófehér menyasszonyi ruhás bemutatót és egy népviseletes esküvőt. Természetesen mindezt a mostani jogszabályoknak megfelelően. Milyen lehetőség van itt az érsekkertben esküvőt tartani? Kisebb létszámú, egy 50 fős polgári szertartást lehet akár a házasságkötő pavilonban, és itt a Platán rendezvényközpontnak a teraszán, viszont én úgy gondolom, hogy akár 100 fő is elfér. Hogy ehhez kedvet csináljanak a fiataloknak, ezért szervezték meg ezt a bemutatót. Az első pár mai modern viseletben jelent meg a közönség előtt. Minden olyan volt, mintha élesben menne, elhangzottak az igenek, megtörténtek az aláírások, az ifjú pár felhúzta egymás ujjára a gyűrűt, és az első hitvesi csók is elcsattant. Sőt, még lufik is szálltak a magasba. Őket követte az a pár, akik nem mindennapi látványt nyújtottak. Már a menyasszony öltöztetésénél és a kikérésnél is jelen volt kameránk. Induljunk most útnak, s keressük meg párját vőlegényünknek, hol őt is epedve várják. Szörözzük meg neki ezt a boldogságot, s tűznénk a mellire egy szép gyöngyvirágot. Kövessetek ti is virágos utamon. És ti násznép, az Isten szent nevibe, kövessetek ti is vígságban, örömben az én esküvőmre. Mint látható, ők fekete kalocsai népviseletben vonultak a násznép és az érdeklődők elé. Itt is lezajlott minden hagyományos elem, mely egy házasságkötéskor szokás. Ez a frigy, ami most megköttetik, két fiatal szerelmének beteljesülését hivatalossá teszi. Az úgymond klasszikus fehér ruhás esküvő bemutatóról május 4-én szerdán 20:30-kor, a népi hagyományokat idéző szertartástól pedig 5-én csütörtökön 20 órakor láthatnak egy összeállítást a Kalocsa TV műsorán. Új helyen hagyományos programelemekkel várt minden látogatót az idei járási majális. Veterán motorcsodáktól kezdve az akrobatikus sportszínházon át a folklor műsorig mindenki megtalálhatta a kedvére való elfoglaltságot. Idei majálison a hagyományokhoz híven mazsorettekkel, fúvósokkal és néptáncosokkal indult a felvonulás a város májusfájához, amit jó szokás szerint körbe is táncoltak a fiatalok. Ezt követően kezdődtek a különböző programok az érsekkertben. A nagy színpad ugye alapvetően folklor műsoroknak ad helyet, azért járási a majális, mert a járásnak majdnem minden településről van kórus, vagy néptánccsoport, vagy zenekar itt van. Tehát a nagy színpad főleg a folklorra épül, illetve délután itt lesz egy gyerekkoncert, a kis kalász együttes a gyerekeknek. Emellett veterán motorkiállítás, labirintus, vidámpark és akrobatikus sportbemutató is várta az érdeklődőket. A szervezők pedig arról is gondoskodtak, hogy senki ne maradjon éhen a sok esemény közepette. A gyerekek, a felnőtt táncosok víslit kapnak mustárral, ketchuppal, zsömlével, illetőleg gulyást is. Vannak olyan cégek, amelyek a dolgozóiknak gulyást rendeltek, nem sokára annak az osztása is megkezdődik, aztán itt van a pecsenyesütő, és itt van a platán is. Van lángososunk, van kürtős kalácsosunk, úgyhogy mindenki megtalálja, hogy mit szeretne enni. További részleteket és a járási majálisról készült összefoglalónkat a május 4-i stafétában nézhetik meg. Két nap alatt Kalocsa mind a négy középiskolájának összesen megközelítőleg 300 diákja ballagott el.
Múlt pénteken a Dózsa György, a Kossuth Zsuzsanna és a Katolikus Iskola búcsúztatta diákjait, míg szombaton a Szent István Gimnáziumban tartottak ünnepséget ebből az alkalomból. Pénteken a Nagyasszonyunk Adedikus Intézmény falain belül kezdődött el legkorábban a végzős diákok búcsúztatása, hiszen a 12-es tanulók és szüleik, valamint a teljes tanári kar egy ünnepi szentmisén vett részt délután 4 órától. Ezt követően vette kezdetét a többi iskolában is jól megszokott, hagyományosnak nevezhető ballagási ceremónia a katolikus intézmény aulájában. Közben a Tomori utcai Kossuth Zsuzsanna végzősei is felsorakoztak iskolájuk udvarán, hiszen a napsütéses időjárás szerencsére kedvezett az ünnepségnek. Most elérkeztetek itteni tanulmányaitok végéhez. A vég a kezdetnek az ösvénye. Menjetek és kezdjetek az újhoz. A Dózsa György szakiskola egy a tavalyitól eltérő ceremónia keretein belül intett búcsút 12-es osztályainak, hiszen az intézmény a megújult érsekkertben, azon belül is a nagy színpadon tartotta ballagását. A lelátó rész teljesen megtelt a ballagó diákok családtagjaival. Elérték a kitűzött célt, és megérkeztek az érettségi, a szakmai vizsgák kapujába. Ugye tudják, hogy nehéz feladat vár önökre. Gyermekük most kerül ki a tágabb, veszélyesebb világba, ahol sok új dologgal találkozik majd. Az ünnepségek végén aztán a ballagó diákok lufik elengedésével jelképezték távozásukat az intézményből. Így volt ez a katolikus iskola és a Kossuth Zsuzsanna esetében is. Másnap, vagyis szombaton délelőtt a Szent István Gimnázium végzősei ballagták végig az intézmény folyosóit, majd vonultak át az ifjúsági ház udvarára. Ott a végzős diákok nevében Kis Maximilián emlékezett vissza az elmúlt 4 évre, majd Perid Lajos igazgató mondta el búcsúztató beszédét, illetve adta át az elismeréseket az arra érdemes 12-es diákoknak. A hétvégén elballagott diákok számára azonban az elmúlt 4 év legnagyobb megmérettetése a mai nappal és egyben az érettségével veszi kezdetét. A ballagási ünnepségekről hosszabb összefoglalót május 5-én csütörtökön 19 órakor kezdődő mindennapjainkban láthatnak. A TESZED önkéntesen a Tiszta Magyarországért akcióma hazánk legnagyobb mozgalma, amely idén immár 6. alkalommal valósult meg a hétvégén. A programhoz ebben az évben több kalocsai csoport is csatlakozott. A kalocsai fegyház és börtönfogvatartottjai már évek óta bekapcsolódnak a TESZED mozgalomba. Az idei évben a KSE pályán és annak környékén gyűjtötték össze a szemetet. Az intézet parancsnoka, dr. Tanács Eszter Tímea támogatja ezeket a programokat, ahol a fogvatartottak úgynevezett jóvátételi munkát végezhetnek. Valamennyire ugye jóvá teszik azt a tettet, azt a bűncselekményt, amit elkövettek. És ez különösen nekünk is jó, illetve fogvatartottaknak az önbecsülését is erősíti ez a fajta program. De nem a sporttelep volt az egyetlen helyszín a városban, ahol a lelkes önkéntesek tevékenykedtek, ugyanis Kalocsaváros roma nemzetiségi önkormányzata is részt vett az akcióban. Mi nagyon örülünk ennek a programnak, tehát úgy érezzük, hogy nekünk is muszáj kihasználni ezt a lehetőséget, úgyhogy mi is beregisztráltunk, összejött úgy a dolog, tehát, hogy kaptunk hozzá kesztyű zsákot, úgyhogy csak a lakosoknak az összefogása, ami fontos itt, hogy mindenki belevonja magát a szemétszedésbe. Így végül a roma önkormányzat szervezésének köszönhetően tisztább lett a vízmű és a Malomszögi utca is. Természetesen a belváros sem maradt ki a nagy takarításból, ugyanis itt a Kossuth Zsuzsanna középiskola diákjai és a Kalocsa környéki környezetvédelmi egyesület tagjai dolgoztak meg a tisztaságért. Mi a Kossuth Zsuzsa középiskolához csatlakoztunk, nem regisztráltunk külön, hanem ő rajtuk keresztül, és hát megbeszéltük a területet. Mi a Tomori utcát, a csatlakozó kis utcákat, a Buzapiasztéri parkolót és itt a nagy autóparkolót a tűzoltóságnak szembe. Elmegyünk egészen a hídig, ez a mi területünk. Az akció résztvevői pedig nagy örömünkre arról tudtak beszámolni, hogy városunk egyre tisztább, évről évre egyre kevesebb a szemét.
Tévénk május 1-én indította el új weblapját, aminek köszönhetően híreink és videóink bármilyen eszközről megtekinthetők és megoszthatóak. Ezen felül még számos újdonsággal kecsegtet a Kalocsa TV friss honlapja. Ez volt a Kalocsa TV eddig éveken át megszokott weboldala, azonban a kor követelményeinek az új trendeknek megfelelően szem előtt tartva minél zökkenőmentesebb információ és hírközlést, mától új honlappal jelentkezik tévénk. A hosszadalmas, véget nem érő betöltési idő megszűnik, emellett pedig próbáltunk arra törekedni, hogy mindenki számára elérhetőek legyenek híreink. Így a legnépszerűbb videó megosztó, valamint közösségi oldalon keresztül most már bárki problémamentesen megoszthatja, vagy éppen elküldheti ismerőseinek legfrissebb videóinkat. Online műsorújságunkban nyomon követhetik adásainkat, illetve megtalálhatják kedvenc magazinukat is. A gyors hírek menüpont alatt aktuális programokról, rendezvényekről tájékoztatunk, de fényképpel és rövid beszámolóval kiegészített helyszíni bejelentkezésekből sem lesz hiány. Nincs más dolga tehát kedves nézőinknek, mint böngészőjükbe bejutni a www.kalocsatv.hu-t, vagy felkeresni a tévénk közösségi oldalát, ahonnan a híreken keresztül mától egyetlen kattintással elérhető weblapunk. Hasonlóképpen egyszerű most már okostelefonról is megnyitni a kalocsatv.hu-t, így bárhol, bármikor tájékozódhat a térség történéseiről, vagy visszanézheti híradóinkat, illetve műsoraink teljes adásait. És hogy kik azok, akik a műsorok elkészítését koordinálják, kiknek a hangját hallják nap mint nap, illetve kik állnak a kamera mögött, azt is megtudhatják új weblapunkról. Kukamanók, ugribugri, pávaszem, ügyes kezek, csillagszemek. Többek között ez az öt tehetségműhely mutatkozott be a helyi óvodák tehetségnapján, múlt csütörtökön. Kalocsa város óvodáinak szervezésében 5 éve mindig megrendezésre kerül a tehetségnap, hiszen ilyenkor tudják bemutatni az óvónők azt a munkát, amit az év folyamán végeztek, és a gyerekek azt az elsajátított tudást, amit ezáltal megszereztek. 2011 óta mondhatjuk azt, hogy regisztrált tehetségponttá váltunk, majd a következő évben már akkreditáltak bennünket, és 2013 óta pedig kiválóra akkreditált tehetségponttá váltunk. Most egy ilyen tehetségponttá válásnak, a minősítésének vannak kritériumai. Ilyen kritérium az is, hogy szakmai napokat kell szervezni, ahol tapasztalatokat tudnak cserélni, és tanulni tudnak egymástól. Ahhoz, hogy a gyereket fejleszteni tudjuk, kreatív pedagógusokra is szükség van. Magától a gyerek nem tud fejlődni, szükség van a környezeti tényezőket úgy megteremteni, olyan feltételekhez juttatni, amelyben ő szabadon tudja a meglévő képességeit, illetve a rejtett képességeit felszínre hozni, illetve tovább fejleszteni. Hiszen a tehetség számos területen jelentkezhet, érvényesülhet és megmutatkozhat. Óvodás korban azt mondjuk, hogy tehetségcsírákról beszélünk, mert nagyon hosszú az út addig, amíg kiteljesedik egy kisgyerek, és nyilván ez felnőtt korára fog eldőlni, hogy mi lesz majd mivé tud válni. A tehetségnapon amellett, hogy pszichológus tartott előadást és szó esett a tehetségponttá válás folyamatáról és a kalocsai műhelyekről, bemutató foglalkozásra is sor került, amikor az ovisok álltak a színpadra, hiszen róluk szólt ez a nap. A könyvek könyvéről, a Bibliáról szólt előadás a kalocsai Tomori Pálvárosi Könyvtárban, ahol a könyvnapja alkalmából gyűltek össze az érdeklődők. Mindez egy rendhagyó irodalom óra keretein belül zajlott. 3 középiskolás osztály vett részt a könyvnapja alkalmából tartott rendhagyó irodalom órán a kalocsai könyvtárban. Az intézményben már több éve szerveznek programot a könyv tiszteletére. 1995-ben az UNESCO április 23-át a könyvnapjává nyilvánította, mely azzal a céllal valósul meg azóta is, hogy az emberekkel felfedeztesse az olvasás szépségét és ösztönözze őket a kötetek forgatására. Kialakult egy olyan tradíció, hogy minden alkalmat megadunk arra, hogy a középpontba kerül a könyv, mint nagyon fontos eszköz, nagyon fontos dolga számunkra, ugyanis
az eddigi tudásunknak jó részét a könyvekből szereztük. Az előadáson Gera Csontos Hajnalka, a Kalocsai Református Gyülekezet lelkipásztora beszélt a könyvek könyvéről, a Bibliáról, bemutatva a Szentírást úgy, hogy a fiatalok kedvet kapjanak annak olvasására, hiszen ez érettségítétel is. Hallhattak a könyv részeiről, és egy-egy érdekesebb történetet azok megírásáról. Az ószövetségi íratok azok több ezer évesek, az új szövetségi íratok pedig Krisztus után 50 és 100 között íródtak. Utána ezeket az íratokat összeszedték, összegyűjtötték, majd kanonizálták, tehát egy mérce alá tették, és ami a mércének megfelelt, azokat tették bele ugye a Bibliába. Az előadás alatt bemutatásra került több különböző nyelven írott Biblia is. A sorozat viszont nem áll meg, a következő könyvünnep júniusban lesz, akkor egy egész héten keresztül arról fognak szólni a programok. Kivételesen a Kalocsai Színházban tartottak balettórát a növendékeknek városunkban. A programot egy nyílt nap keretén belül szervezték meg, ahová a családtagokat is meghívták. Városunkban 3 éve kezdődött el a balett oktatás Pogurelszka Oxana tánctanár irányítása mellett. Kalocsán több mint 30-al járnak az óráira, kicsik és nagyok egyaránt. Többek között őket láthatták a színházban a családtagok, ide várták ugyanis a szülőket, hogy bemutassák azt, hogy mit tanultak az elmúlt időszakban. Ez az előadás nem fellépés volt, így ha kellett, az oktató felment a színpadra is és kijavította a lépéseket. A legkisebbeknek a Csokonai óvodában tartanak foglalkozásokat, ők még az előkészítő gyakorlatokat sajátítják el, a nagyobbak, az iskolások viszont már önálló koreográfiákat tanulnak. A Kalocsai nyílt napon 5 település növendékei léptek fel, jött balettos például Kiskörösről, ő már gyakorlottabban mozgott a színpadon, de mint ahogy a tánctanár is elmondta televíziónknak, a kalocsai gyerekek között is már vannak olyanok, akik mivel több éve járnak az órákra, lassan felhúzhatják a klasszikus balettcipőt, amit először meg kell tanulni, viselni, és utána tudnak benne táncolni is. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velem tartottak, friss hírekkel és híradóval legközelebb szerda este jelentkezünk. Addig is kérem, kövessék műsorainkat a Kalocsa TV megújult honlapján. További szép estét kívánok!